És itt van velem a stúdióban Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Több szervezet is demonstrációt tartott a hétvégén Budapesten, a belügyminisztérium épülete előtt. Az ott elhangzottakból az egyik legfontosabb üzenet, amelyet a kabinet felé megfogalmaztak, hogy a béremelés a tüntetők és a sztrájkolók eredménye. Hát a kormány részéről nem ezt halljuk. Tényleg beadta a derekát a kormányzat, és akkor így a folyamatos tüntetés hullámnak köszönhetően emelték végül meg a pedagógusok bérét? Nyilván erről szó nincs, tehát az előző években a kormányzat világossá tette, hogy egyrészt minden évben sor kerül béremelésre, másrészt pedig azt is, hogy különbség van abban, hogy mit tudunk önerőből, és mit tudunk a nekünk járó uniós források megléte esetén biztosítani. Most, hogy az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat sikerült ezen a téren megnyugtatóan lezárni, az eredeti tervekhez tudunk visszatérni. Azt, amit aláírtunk több mint egy évvel ezelőtt, tehát a cél 2024-ben így és ilyen módon a diplomás átlagbér 71,8%-a, a következő évben pedig a vállalásoknak megfelelően a 80%-a, úgyhogy nálam jobban ezt nem várta senki. Végre tényleg a következő napokban, ami még előttünk áll, azokon a részletkérdéseken tudunk dolgozni, ami még szükséges ahhoz, hogy a február elején a januári bérekkel mindenki már az emelt fizetését kaphassa. Mielőtt Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy megérkezett a garancia az uniós forrásra, illetve ezáltal a pedagógus béremelésre, már akkor megfogalmaztak leginkább a szakszervezetek olyan kritikákat, hogy ez a béremelés, ez nem is igazán vonatkozik mindenkire, és nem egyforma arányban. Ők azért hoztak példákat, hogy valaki nagyon kis mértékben kap béremelést, valaki nagyobb mértékben, és ez sok esetben akár az intézményvezető dönti majd el. Milyen garanciák vannak ebben a mostani emelési rendszerben? Ugye ezt, bocsánat, hogy ezt mondom, de azért megszoktuk a szakszervezeti kommunikációban, hogyha valami nagyon szabályozott és nagyon egységes, akkor az a baj, hogy nincs benne mozgástér, mikor valamiben van mozgástér, akkor pedig miért nem szabályozottabb. Itt jól látható módon, amikor a pozitív kormányzati kommunikáció béremelésről elindult, hiszen itt vagyunk a küszöbén, akkor január első napjaiban minden napra be volt ütemezve valamilyen támadási pont. Először az, hogy a szakképzésben nem fogják megkapni, amire nyilván megtörtént a kormányzati reakció, hogy de igen, ott is meg fog történni, aztán pedig a részletkérdések kapcsán. Nyilván meg fog történni, és fogjuk látni a következő napokban, ami még egy kormányrendeletet fogunk alkotni a napokban, ami ezeket a garanciákat is megteremti. Az egyik ilyen garancia az Európai Bizottsággal egyébként egyeztetve, hogy a többletforrás elosztása az intézmények között bértömegarányosan történik, illetve a bérsávok alsó értékének az emelésével a kormányzat egyébként döntő mértékben determinálja, meghatározza a forráselosztásnak a kérdéskörét. Ez azt jelenti, hogy a gyakornokok bérét 32,2%-kal már rögzítettük is, hogy 528.800 forintnak kell lennie, pedagógus 1 esetén legalább 31%, pedagógus 2 esetén legalább 29%, amit mindenkinek meg kell kapnia, és fontos azt is kiemelni, már tartalmazzák a december 29-én kiadott kormányrendeletek, hogy a béremelésre kapott többletforrás teljes egészében béremelésre kell fordítani. Tehát, ha valaki bármelyoknál fogva valamivel kevesebbet kap, akkor valakinek többet kell kapnia. A kormányzat itt abban érdekelt, hogy elérjük az indikátort. Tehát itt nincs megtakarítási szándék, nincs visszavételi szándék. Az a feladatunk, hogy a béremelés aznek köszönhetően elérjük 2024-ben a diplomás átlagbér legalább 71,8%-át. Tehát akkor senki nem fog kevesebb fizetést kapni? Nem csökken senkinek a fizetése, mindenkinek drasztikusan nő a fizetése, hál' Istennek. És ami még elhangzott, az, hogy a különböző mértékű emelés, bár ahogyan említette, itt ilyen 1-2 százalékokról van szó, de az forintosítva akár több ezer forintot is, több tízezer forintot is jelenthet. Nem várható az, hogy bérfeszültség alakul ki a különféle pedagógus kategóriákban dolgozók között? Ugye a bérfeszültség, meg a bérharc, ezek mind ilyen szakszervezeti frazeológiák. A kormányzat
megszüntette az egységes bértáblát, ezt azért látni kell. Pedagógusok új életpályáról szóló törvény az 5 bérsávban gondolkozik, és igenis a munkaerőpiaci kihívásokra reflektálni kívánunk. El kell dönteni, hogy meg lehet-e tervezni egy budapesti irodában egy országosan egységes bértáblát, vagy nem. Erre az a válaszunk, hogy alapvetően nem. Más a munkaerőpiaci helyzet Győrben és Békés Csabán, más Miskolcon, más Pécset, és bizony a szakos hiányok is, természettudományi területen például jelentősebbek. Mi a gyerek érdekét nézzük, minden területen, minden szakon szeretnénk biztosítani a szakos ellátottságot. Ha vannak olyan szakok, ahol ez az szükséges, hogy valamivel magasabb legyen a bér, akkor ezt meg kell tenni, és ilyen módon ott is biztosítani fogjuk majd a szakos ellátottságot. Mennyire látja azt, hogy ez megfelelő emelési mérték a pedagógus utánpótlás kapcsán? Ugye korábban beszélgettük mi is már itt ebben a stúdióban, hogy attól, hogy valaki pedagógusként végez, nem biztos, hogy ebben a szakmában helyezkedik el. Ez most hogy látja, mennyire elegendő, hogy aki pedagógusként végzett, az akkor a hivatásaként is tekintsen erre a munkára? Ugye már a kormányzati szándékoknak a deklarálása, amit már egy éve folyamatosan közvetítettünk, hogy egy jelentős béremelés várható, már ez meghúzta 2023-ban a jelentkezéseket a pedagógus képzés területére, hiszen csak nem 70%-kal többen jelentkeztek, mint az azt megelőző évben. Én azt gondolom, hogy egyébként egy pályakezdőnek az 528.800 forintos fizetés az azért felvállalható, sőt, hogyha valaki olyan településen vállal például munkát, amelyik a kedvezményezett vagy felzárkózó település, akkor a gyakornok esetén is ehhez még további több mint 100.000 forint kapcsolódik. Tehát ezek a fizetések, ezek azt gondolom, hogy az ország döntő többségén, de még Budapesten is vonzóak és vállalhatóak lesznek. Az a célunk, hogy egy jelentős fiatalitás valósulhasson meg a következő években. Pedagógus létszámot tekintve hányan hiányoznak most a rendszerből? Ugye tavaly ősszel volt leginkább erről rendkívül sok sajtóhír, hogy nagyon sokan felmondtak, vagy éppen nem írták alá a szerződésüket, és hogy több ezren is hiányozhatnak a rendszerből. Ugye ezt a nagyon sokan tényleg elnyalnám, hiszen folyamatosan azt hallgattuk a tavasz folyamán, hogy itt több ezrek, tízezrek fognak majd felmondani. Ehhez képest ugye a tankerületekben 1215 fő összesen, tehát a teljes állománynak, pedagógus állománynak kevesebb, mint 1% az, aki végül nem fogadta el az új jogállást. Ugye a hiány, ha óraadóval el van látva egy feladat, akkor hiányzik-e egyébként az a pedagógus? Persze, hogy hiányzik, de valójában mindig ezzel a szemlélettel közelítünk. A főállású, a részmunkaidős és az óraadók együttes halmaza, az a feladatokat egyébként el kell, hogy lássa, és jelenleg is ellátja. Azt szeretnénk azonban, hogyha ennél a feladatellátás biztonságosabb lenne, a korfa fiatalodhatna, hiszen hosszabb távon nem építhetünk például azokra a nyugdíjas kollégákra, akik jelenleg a nyugdíjuk mellett látják el a feladatot. Hozzáteszem, ezen a téren is a kormányzat ugye tett lépéseket, hiszen 2 évvel ezelőtt bevezettük azt, és a törvényben most garantált módon is megtörtént, hogy aki nyugdíj mellett tovább dolgozik, és ugye nagyon sok hölgy kollégánk, a kedvezményes nő 40-nel megy csak el nyugdíjba, tehát ők nagyon sokan hosszú éveket dolgoznak még utána, nyugdíj mellett a fizetésüket is megkapják. De belőlük van több mint 4000 ember, hosszú távon nem tervezhetünk velük, de jelenleg a feladatellátásban részt vesznek. Igen, mert ugye a szülőket inkább az érdekli, hogy a gyermekük megkapja a megfelelő oktatást, és nem csak az érdekli őket, hogy a tanórán ott vannak, csak éppen nincsen pedagógus vagy helyettesítés van, akkor hogy látja, ez a kérdés most mennyire megoldott? Ebben a tanévben is megoldott, de a bevezetett intézkedéseknek köszönhetően azt gondolom, hogy a helyzet tovább fog javulni. Érdemes majd figyelni az idei felvételi számokat, és a pályára lépőknek a száma is azt gondolom, hogy nagy mértékben mozogni fog az új belépők. Erről egyébként év végén, az októberi statisztika után lesznek majd pontos adataink. Ugye hétvégén jön a felvételi, legalábbis ami a középiskolásokat érinti, vagy ugye a középiskolába készülőket. Mire számít? Ugye tavaly például nagyon sok kritika érte a kérdéssort, hogy a matek mennyire nehéz volt, de mondjuk az idei évben, akik készülnek a megmérettetésre, mire számíthatnak?
a feladatsorok azok természetesen előttem se ismertek, hiszen ezeket kellő titoktartás mellett kezeljük. De azt fontos elmondani, hogy ugye ezek a középfokú felvételit megírt feladatsorok, ezek nem lehetnek könnyűek, hiszen ha könnyű, mondjuk így nagyon egyszerűen lefordítva, ha mindenki ötöst ír, akkor éppen azt a funkciót nem tölti be, hogy a jelentkezők mezőnyét azt egy kicsit megszórja. Mindig érdemes megnézni, az oktatási hivatal mindig közé tesz az eredményekről egy elemzést. Akkor volt jó a felvételi, hogyha egy ilyen szép görbét írnak le az eredmények. Hiszen akkor valósul meg az a szórás, hogy ugyanazzal a matematika tesztel a Fazekas gimnáziumba is, meg valamelyik nagyon másik gimnáziumba is ugyanazt a tesztet, ha írják, akkor a kellő szóródás meg legyen. Tehát egyszerre írják a legjobbak, és mondjuk a kevésbé jók is. Úgyhogy biztosan létezik az az életérzés, hogy ez egy nem könnyű teszt, de éppen ez a feladata, hogy egy olyan tesztet írassunk meg a tanulókkal, ami a rangsorolást egyébként lehetővé teszi valamennyi feladatellátási helyen. Ennek meg szokott felelni a teszt, ezt idén is meg fog felelni. A fiataloknak kéz- és lábtörést, annak pedig így köszönöm, van, így van, hogy jó felkészülés hozzánk. Nekik.